Témanapunkat három részre tagolhatjuk. Nyitó műsorunk a magyarság ősi történelmében a forráshoz visz bennünket. A tanórákon érdekességek várnak benneteket, és közben együtt egy kiállítást is elkészítünk. A napot közös zenéléssel, énekléssel zárjuk. A művészeti, humán és idegen nyelvű munkaközösség tagjainak nevében tartalmas, élményekben és tapasztalatokban gazdag, szép napot kívánok! Népünk őstörténetéről fogtok egy jelenetet látni. Minden mozdulatnak jelentése van. Minden szó, ami elhangzik, üzenetet hordoz. Magyarságunk őseink a szkitáktól tanulták meg, hogy hogyan kell viselkednünk, élnünk. És mindezt, az üzenetet most hallani fogjátok. Kívánom nektek, hogy ez az üzenet hozzátok találjon. Amikor a hátukat egymáshoz vették a fiúk a jelenetben, ők azzal hátmással tesznek. Ez azt jelenti, hogy a másikat véden, ő meg engem, éveszünk együtt védelmet. Amikor megfeszítik a díjat, a cél nem a gyűlölés, hanem a védelem. Az igazi cél önmagában a rossz legyőzése. Ezért hallom majd, hogy életlő ott, ahol elszáll sorokat. Nem ártok neked, magamért felelősséget vállalok. Nem függök tőled, veled egyenlő vagyok. Nem hozhatok neked, veled tisztán szólok. Nem alkuszom meg veled, küldetésben vagyok. A csodaszatmas ismeri a titkot, és elvezet az élet forrásához, hogy megtisztítson a víz attól, ami már nem szolgál téged. Erre az útra hívunk most benneteket sok szeretettel. Let it go.
Gonoszám ő ne érje. Addát át a testvérem, Szkita végre a megvérem. Addát át a testvérem, Gonoszám ő ne érje. Addát át a testvérem, Szkita végre a megvérem. Íjamat megfeszítem, íjamat már elvérem. Életnő ott, ahol elszáll, életnő ott, ahol elszáll. Nyíls van a pusztában, nyíls van a világban. Engedd meg, hogy hozzád szálljon, kívánom. Íjamat megfeszítem, íjamat ma elengedem. Életnő ott, ahol elszáll, életnő ott, ahol elszáll. Nyíls van a pusztába, nyíls van a világba. Engedd meg, hogy hozzád szálljon, kívánom, hogy rád találjon.
kéziratát a tisztázzon. Ahogy mi minden évben meg szoktuk tenni, a teljes minusz szövegét együtt szavaljuk. Erre szeretnél kérni benneteket, osztályfőnökeitek és tanáraitok legyen. És hát, ha közönségünk is van, akkor őket is bátorítom, hogy segítsenek nekünk. A kivetítől látni fogjátok a szöveget. Arra kérem benneteket, hogy egymásra figyeljünk, hogy szépen hangozzék, úgy, ahogy lehet olvasni. A nagyok 7.-8-osok, ők már teljes szöveget kérnek, tudják, tehát nekik a segítségre szerintem nincs szükségük. Szerzői címben kezdjük a hozzátok.
Témanapunk megnyitója ezzel a kis műsorral zárult. A tanulmányon az elkövetkező időben a magyar kultúrával fogtunk találkozni, és részesei lesztek a magyar kultúrának, és nagyon bízom abban, hogy az előttünk látható hatalmas nagy történelmi Magyarország térképen és a körülötte lévő terület megtelik az általatok kigondolt magyarságra emlékeztető tárgyakkal, gondolatokkal, és minden, amit úgy gondoltátok, ide kell hozni. Mindenkinek tartalmas, értékes perceket, pillanatokat és délelőtt kívánok, és 12 órakor a napunkat ünnepélyesen szeretnénk zárni, és tudjátok, ha együtt szavartok a himnusz, akkor együtt is énekeljük. Ez lenne a zárásunk. Tisztelettel és szeretettel várjuk a közönségünket is, hogyha lehetőségünk van rá, hallgassanak meg bennünket déli 12-kor. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek akkor most a tanulmányunkat.